Szeressék az Úr Jézus Krisztust, mindörökké fiam, köszöntött vissza Péter, és még egy kemény húszassal is megajándékozta. Harmadik alkalommal tartották meg most szombaton Oromhegyesen a Cérna Miklós Nemzetközi Népmesemondó versenyt a falu nagy mesemondójának tiszteletére. Cérna Miklós bácsi 1919-ben született, és tavaly februárban hunyt el. Tréfás katona történeteit, anekdotáit, igaz történeteit sajátságos előadásában több generáció hallgatta megunhatatlanul. Emlékét őrzi ez a verseny, amelyen most 6 kis mesemondó mutatkozott be a közönségnek a faluház színpadán. Az oromhegyesiek mellett jelen voltak a testvértelepülések közül a lepsényi és a kisszállási általános iskolás diákok. Versenyen kívül vendégként a Zentai Turzó Lajos általános iskola 2 felsős tanulója mondott egy-egy mesét. Akkor, amikor Miklós bácsi megkapta a népművészetmesteri díjat, akkor beszéltünk arról, hogy jó lenne valamiféleképpen tovább éltetni ezt a hagyományt, a népmesemondást, mert ahogy Miklós bácsi csinálta, az szinte csúcs volt. És akkor szerveztük meg először egy meghívásos versenyt, a testvértelepüléseink gyermekeit hívtuk meg. Eldöntöttük, hogy ezentúl évente tartjuk, de a pályázat függőség megint közbeszólt, és valódi szervezés 2 hét óta történt. Akkor tudtuk meg, hogy a tartomány is, és a Betlen Gábor alap is támogat bennünket, és akkor nagy gyorsan elkezdtük a szervezést, és ennek a hiányosságát most észleljük. Csak 2 testvértelepülésünk gyermekeit tudtak eljönni, többieknek mind már előre lekötött programjuk volt, tehát nem tudtak. Ezen túl most már lekötjük ezt a napot, mégpedig Miklós bácsi születésnapjához eső legközelebbi szombatot, akkor tartjuk még minden évben. Úgy érzem, ezzel tartozunk nem csak a mi gyerekeinknek is, testvértelepüléseinknek is. A 2 oromhegyesi, 2 lepsényi és 2 kisszállási produkciót szakavatott bíráló bizottság értékelte. Név szerint Rózsa Margit, Pék Domonkos Ibolya és Radócki Dukai Virág magyar nyelv és irodalom szakos tanárnők. A zsűri tagokkal beszélgettünk, azt hiszem az első szempont lesz a szép, tiszta kiejtés. A másik a hozzáállás, a mese értése. Hogyan kommunikál, hogyan tart kapcsolatot a közönséggel? Tehát nekem mondja, vagy a káposztafejeknek? Tehát, és itt azt hiszem, aki már itt van, az mind győztes, de ebből egyet kiemelünk. Verseny? Nem tudom. Szemle inkább az én szempontom szerint szemle. És a szép anyanyelvünknek ez egy nagyon szép példája lesz, remélem, hogy a gyerekek is, a fölkészítő tanárok így állnak hozzá. Ez az első év, illetve az első olyan verseny, amelyen a névadó Cérna Miki bácsi nem lehet jelen. Hogyan él az ő tudása, tapasztalata és emléke tovább? A Cérna Miklós bácsi, ő egy külön jelensége volt a falunak, egy külön adaléka. Addig még dolgoztam az osztályaimmal, lementünk meglátogatni, mesélt. Soha, szinte még most is mesél, az, hogy már nincs itt, mesél, mert végen láthatatlan és véget nem érő történetei voltak. Alkalomhoz illően, és mindig magával ragadott bennünket, úgyhogy jó kapcsolatban voltunk vele, és azt hiszem most a lelke figyel bennünket, és itt van velünk. A zsűri döntésének értelmében az alsó osztályosok közül a kisszállási Pap Korina előadása volt a legjobb, míg a felsősök közül az oromhegyesi Kont Szabolcs bizonyult a legjobb mesemondónak. Szabolcssal még a verseny előtt beszélgettünk. Nehéz volt ezt a mesét fejből megtanulni? Hát, kicsit. Nem volt nagyon, mert úgy körülbelül megjegyeztem már elsőre, de azért voltak kis nehézségek. Léptél-e már föl ekkora közönség előtt? Igen, színjátszó csoportban is járok, és már helyezett is lettem ott,
szóval szoktam ilyeneken fellépni. A másik oromhegyesi versenyző, Sarnyai Tamás, a Kőleves című mesét adta elő a közönségnek. Nem olyan hűden nehéz volt megtanulni ezt a mesét, de azért voltak nehézségek is, és órák után gyakoroltunk a tanítónénivel, meg otthon is olvasgattam, meg tanultam. Mit mondott a tanítónéni, hogy mire kell figyelni, amikor mesét mondasz a színpadon? Hát, hogy egy kicsit lassabban mondja, meg hogy ugyeljék a szöveg pontosságra. Azt mondtad, hogy te is játsz színjátszó csoportba, tehát akkor van némi tapasztalatod. Mit szoktatok a színjátszó csoporttal előkészíteni? Hát én eddig még csak egyben játszottam a Süket királyba, de el is sokszor. Ismerted-e Cérna Miki bácsit? Személyesen nem, de sokszor hallottam róla. A Cérna Miklós népmese mondó versenyt a Tartományi Művelődési és Közszolgálati Tájékoztatási Titkárság, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatta.